Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 7-én portál nap van. Az azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező. Itt kinyílik egy ajtó a spirituális területre, azon kívül megvan ez az égi hatás, ennek van gyógyító ereje. Ez felszabadít bennünket a félelmektől, a bizonytalanságoktól. Egy nagyon szép kapcsolat, nagyon szép energia. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy milyen témáról van szó, erről beszámolok itt ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Ezt megtalálod Dendera Susanna Medici név alatt. Ha érdekel ez a maja naptár. Ebben a maja naptárban van 20 hullám vagy rezgés. Egy ilyen hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt. És a maják úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét hoz. Ezen a portál napon, február 7-én az 5-ös hullámban vagyunk. Mégpedig a 13. nap, tehát az utolsó nap, ebben az 5-ös hullámban. Mivel a 13-as szám misztikus, ez egy misztikus nap lesz számunkra, és ez a nap szerencsét hozhat. Mire kellene még odafigyelnünk? Hogy milyen befolyások érnek bennünket kívülről? Vannak jó hatások, vannak rossz hatások. Lehet, hogy vannak olyan kapcsolatok, ami segít számunkra, akkor ezt ápolni kell, hálásnak kell lenni érte. Viszont vannak olyan személyek is, akik beleavatkoznak a dolgainkba, vagy követelőznek, vagy rossz akaratúak, akkor az a fontos, hogy vagy zárjuk le ezeket a kapcsolatokat, vagy ne foglalkozzunk ezzel. A lényeg az, hogy odafigyeljünk, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzánk. Ami még fontos lehet ezen a napon, hogy most már befejeztünk valamit, vagy lezártunk valamit, és hogy lesz egy új kezdet, lesznek változások. És a következő napon, február 8-án indul majd a 6. hullám. Erről majd a következő videóban beszámolok, vagy a Facebook oldalamon lehet erről olvasni, hogy a 6. hullámban mi fog történni, és ez a 6. hullám is majd 13 napig fog tartani. De visszatérve február 7-ére, ez a 13. nap az 5. hullámban. Mint minden nap, van egy szimbólum, ez is a maja naptárból van, és ezen a napon, február 7-én Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent.
A kígyó jelentheti a gyógyító erőt, vagy a megújulásokat. Ez olyan, mint egy újjászületés. Amit ez a csikcsán, ez a kígyó még jelenthet, a kundalini energia a testünkben, aminek szintén van egy gyógyító ereje. A csillagképekben van egy kígyó tartó csillagkép. Itt is van gyógyító erő, hiszen ez a kígyó tartó nem más, mint Asklépiusz, az égi orvos. Ez nem csak a gyógyító erőt jelentheti, a gyógyulást, hanem az is előfordulhat, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ő dolgozik ezen a területen, tehát így is kihathat az életedre. Visszatérve erre a kígyó tartó csillagképre, ennek a kígyó tartónak a kezében két kígyó van. Az egyik jelenti a gyógyulást, ezek lehetnek szép kapcsolatok szimbolikusan, és a kígyó gyakran egy hölgyre utal. Ez lehet egy barátnő, lehet egy kolléganő, lehet valaki a családból, hogy ez a kígyó vagy egy hölgy jó szándékokkal közeledik most. Megbízhatsz benne, mert segíteni fog, mert ott van melletted, vagy ad egy jó tanácsot. Itt megvan a gyógyító erő. Ez nem csak betegségekre hat ki, hanem ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol nem érzed jól magadat, és ez betegít téged. És ez az egyik kígyó, aminek gyógyító ereje van, az lehet egy nagy segítség. De ebben a kígyó tartó csillagképben két kígyó van. Az egyik a segítség, a gyógyulás, a jó szándékok. A másik kígyó is közeledhet, de mérget ad át. Tehát mérgező. Ez is lehet egy kapcsolat. Hogy figyelj oda, hogy ki milyen szándékokkal közeledik. Mert lehet, hogy segít, lehet, hogy valamit el akar pusztítani, vagy ártani akar neked, vagy kíváncsi, vagy féltékeny, vagy irigy rád, vagy becsap téged, vagy hazudozik, és méreg van a szájában. Rossz szándékokkal jön. És figyelj oda még valamire. Ezt tapasztalatból is tudom mondani. A rossz indulatú emberek mindig ajándékkal vagy mézes-mázassan közelednek. Nem mutatják ki azt, hogy mit akarnak, és akkor nehogy csapdába es. Figyelj oda ezekre a dolgokra. Tulajdonképpen nálad is megvan a belső forrás, a belső hangod, és a belső hangod vagy intuíciót figyelmeztet mindig. Az első pillanatban az első benyomás számít. Amikor úgy érzed, légy óvatos, itt nem stimmel valami, akkor higgy ennek a belső hangnak. De mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hát olyan rossz nem lehet, hát tulajdonképpen mennyire kedves ez a hölgy, még meg is ajándékozott, és eltereljük a figyelmünket a belső hangunktól. Pedig az a legjobb tanácsadó számunkra az életben. És ez, ami most fontos, egyrészt, hogy ez a nap szerencsét hozhat, van misztikus ereje,
van gyógyító ereje, odafigyelni a kapcsolatokra, a külső befolyásokra, ki mit akar, milyen szándékokkal jön, vannak gyönyörű kapcsolatok, vannak nagyon rendes emberek, segítőkész emberek, és azok megértemlik azt, hogy szeretettel, megbecsüléssel közeledjünk hozzájuk, viszont vannak rosszindulatú emberek is. A kígyó szimbolizál egy nőt. Persze egy férfi is lehet, hiszen ott is úgy van, hogy nem mindenki angyal, tehát ezekre a kapcsolatokra is oda kellene figyelni, és ezek a témák vannak a szertartásban, hogy óvatosak legyünk, hogy legyen meg a gyógyító erő, amit Csikcsán még jelent, és ez kihat a párkapcsolatra, a szexuális témák, hogy ott is minden rendeződjön, és hogy jól hasson ki a párkapcsolatra, hiszen hozzátartozik a szerelemhez, hozzátartozik a párkapcsolathoz is. Ez volt a felvétel, nagyon örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy lájkolnátok ezt a videót, vagy feljelölnétek magatokat a csatornámra. Annak is örülnék, ha meglátogatnátok a Facebook oldalamon, kettő van, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici. Köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!